Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a fél év zárási pánik tag lesz. Ezt a taget szerintem minden évben ki szoktuk tölteni, mindenfelé, én is ki szoktam tölteni minden évben, és most egy kicsit el leszek késve a kitöltésével. Vagy inkább az, amikor majd ez a videó kimegy, mert kb. Mindenki kitette, én még nem tudtam fölvenni, és el is felejtettem fölvenni, úgyhogy nem baj, most pótlom, kicsit később megy ki, mint a fél év, de nem baj. Ugye ez a tag arra fókuszál, hogy az adott év első felét könyves téren összegezzük, úgyhogy nézzük is akkor, hogy hogyan telt el ez az első 6 hónap 2021-ből, is itt valami. Az első kérdés nem más, mint a legjobb idei olvasmányod. Na most, idén már kicsit szigorúban csillagoztam, megértékeltem könyveket, úgyhogy kevés, nagyon-nagyon szuper 5 csillagos könyvet olvastam. Amit most ide fogok mondani, az a Wings of Fire sorozat lesz így egyben, mert nem voltam hajlandó kivenni most a boxból őket. Ennek a második, harmadik, negyedik és ötödik részét olvastam idén. Így, ezt az elsőt még tavaly fejeztem be. És igazából ez volt idén eddig a legjobb olvasási élményem, ezek a könyvek. Nagyon-nagyon imádom ezeket a könyveket, és nagyon-nagyon szeretném már folytatni a következő 5 résszel, csak még nem jutottam el oda. De nagy kedvenceim, nagy kedvencem most ez az univerzum. Imádom. Úgyhogy így nem egyet emelnék ki a 4-ből, hanem így egyben mondanám magát a sorozatot. Második kérdés, a legjobb folytatás, amit idén olvastál, ez kétséget kizáróan a Camphor Core volt, ami a Morrigan Crow nagy dobása alcímet viseli, ez ugye a Nevermore sorozatnak a harmadik része, és ez egy 5 csillagos olvasásom volt, nagyon-nagyon-nagyon jó folytatása volt a Morrigan Crow sorozatnak. A 3 könyv közül ezt értékeltem a legmagasabban eddig, és észre se vettem, hogy milyen gyorsan kiolvastam, pedig azért nem egy rövid könyvről beszélünk, tehát látszódik, hogy elég vastag, több mint 500 oldal, de nem tűnt föl, nagyon jó volt. Harmadik kérdés, friss megjelenés, amit nem olvastál még, de szeretnél. Na most, amikor felveszem a videót, másnap fog csak megjelenni, de mire kimegy ez a videó, már meg fog jelenni, és valószínűleg ide is fog érni Book Depository-tól. Egy nagyon friss megjelenés tehát, amit én idén még mindenképp el szeretnék olvasni, az a Simon Snow sorozat harmadik, és azt hiszem egyben utolsó része is, mert legutóbb még úgy volt, hogy 4 részes lesz, most meg már csak úgy van, hogy ez az utolsó rész, a harmadik, ez az Anyway the Wind Blows című kötet Rainbow Rowell-től, és már megkaptam az e-mailt, hogy feladták nekem a könyvet, mert előrendeltem, úgyhogy remélem hamarosan itt lesz, és remélem hamarosan el is tudom olvasni. Negyedik, legjobban várt friss megjelenés az év második felére. Az a helyzet, hogy ilyen most annyira nincsen a másik polc. Szóval a Rick Riordan könyvek azok így befejezték magukat, tehát eddig tudtam mindig mondani az aktuális Rick Riordan könyvet. Idén is lesz új Rick Riordan megjelenés, de az már nem a Percy Jackson univerzumban, és gondolkodtam, hogy mi az, ami még idén jelenik meg, de ez volt az egyetlen könyv, az új Rick Riordan könyv majd megint, amire azt tudom mondani. Ez pedig annak az a címe, hogy Daughter of the Deep. Nem teljesen döntöttem még el, hogy mennyire várom ezt a könyvet. Nyilván Rick Riordan tehát érdekelne, de nem tudom. Azért mégsem Percy Jackson lesz. Majd meglátom. Ötödik, legnagyobb csalódás. Ezt remélem, hogy mindenki tudja, hogy a Ready Player 2 volt. Pedig már tök rég olvastam, januárban olvastam, de egy megrázó élményt nyújtott, de bővebben majd a 2021 legrosszabb könyvei között keressétek róla majd jövő év elején a videóban. Benne lesz, hogy miért is tartottam ezt ekkora ürüléknek. Sajnos nincs rá jobb szó. Nagyon-nagyon csalódtam, mármint oké, nem az, hogy azt vártam tőle, hogy egy hű, de nagyon jó könyv lesz, mert hova folytathatnánk a Ready Player One-t, de arra sem számítottam, hogy ennyire rossz lesz. Hatodik, legnagyobb meglepetés. Marissa Meyer-től fogom ide mondani a Cindert. Ez a könyv azért volt nagy meglepetés, mert ugye ez amúgy vöröspöttyös sorozatban van folytatva,
és úgy nem is tudtam, hogy vajon, tehát nagyon régen feltettem várólistára, és ezért nem tudtam, hogy milyen lesz a viszonyom, akkor tettem fel várólistára, amikor még annyira nem volt előttem se kiélesedve, hogy mi az, amit szeretek, meg mi az, amit nem, úgyhogy nem nagyon tudtam megítélni, hogy vajon ez mennyire fog tetszeni, de nagyon tetszett, és nagyon gyorsan ki is olvastam, és már a folytatásai is megvannak, és még várom az utolsó részt, hogy megjelenjen a könyvmai képzőnél, hogy minden négy részt el tudjam olvasni így rövid időn belül, hogy ne felejtsem el, mi történt az egyikben, amire kijön a másik. 7. Kedvenc új szerző. Na most ide az egyiknek tudom mondani Tweety Sutherlandet, mint hogy tavaly év végén olvastam a legelső könyvemet tőle, de nyilván idén bontakozott ki a végső imádatom a Wings of Fire sorozat iránt, tehát Tweety Sutherland tutira új kedvenc szerzőm. És azért ide mondanám még Alice Osment, mert ő írta a Heartstopper-öket, ő írta a Loveless-t, és mindkettő nagyon-nagyon tetszett nekem, nagyon jó könyveknek tartom, és nagyon tetszik, hogy Alice Osman könyveiben beszélgetnek az emberek. Megbeszélik a problémáikat, megbeszélnek mindent, és ez egy nagyon jó pont nála, úgyhogy azért őt is szeretném ide megemlíteni. 8. Új fikciós szerelmek. Az a helyzet, hogy nincs ilyen. Mármint... Olvastam jó könyveket, amikben voltak jó karakterek, de nem kezdtem el fangörcsöt kapni egy karakter iránt sem idén, úgyhogy nem tudok ide ilyet mondani most idén. Nem is tudom tavaly kit mondtam. Annyira fikcionális crush-aim már nincsenek. Ennek lehet az az oka. Most már nem kell fikcionális karakterekbe vetnem minden hitemet. Úgyhogy most már így nem keresem őket olyan nagyon. 9. Legújabb kedvenc karakter. Na, de megint ez a helyzet, mint az előzőnél, hogy annyira karakterek idén talán nem fogtak meg engem. Esetleg, amit tudok mondani, az a Wings of Fire-ből az 5 kis főszereplő sárkány, őket nagyon bírtam, főleg Starflight-ot, talán Starflight volt az egyik legkedvencebb karakterem a Wings of Fire-ből, illetve még én tudnám mondani Nicket és Charlie-t a Heartstopper-ből, mert ők megírtó cukik, de olyan echte kedvenc karaktert idén nem avattam. Tehát nem volt olyan karakter, akiről ugdákat zengtem volna így az első fél évben. Ez most egy ilyen év. 10. Egy könyv, amin sírtál, igen, ez a Waves, Ingrid Schabert-től, amit Eszti miatt olvastunk el mindannyian. Ez a könyv volt az, ami azért megviselte a lelkemet. Jó és rossz értelemben is, de ennyit nem is tudom, hogy sírtam a másik könyvben. Volt még egy könyv, amit sírtam idén, de a Waves-en többet sírtam. Azon sírtam idén a legtöbbet. 11. kérdés, egy könyv, ami boldoggá tett. Mondhatnám ide megint a Heartstopper-öket, mert azok abszolút boldoggá teszik az embert, de csak hogy nem mindig ugyanazokat mondjam, mellé mondom még a Ház az égszín kék tengernél, T.J. Klune-tól. Most a magyar verziót mutatom, én eddig még csak az angolt olvastam, de majd ezt is újra akarom olvasni magyarul, mert ez a könyv, ez boldoggá teszi az embert. Ez egy nagyon jó könyv. Ezt a könyvet olvassa mindenki. Jó? Mindenki. Ez meg a Zsófinak a kopogtatási eredménye, úgyhogy ez egy nagyon jó könyv, olvassátok. Én csak ehhez ennyit fűzök hozzá. Meg a Heartstopper-t is olvassátok, az is jó. Szóval ez a kettő az, ami tényleg nagyon boldoggá tett idén. Mármint így olvasás közben nagyon boldog érzéseket váltanak ki az emberből. 12. Kedvenc könyvadaptáció, amit idén láttál. Na most idén nem láttam még sok könyvadaptációt. Amit láttam, az a Vezércsá volt, azt tudom is mutatni, tehát ez a Vezércsá volt, ugye annak ugyanaz a borítója, illetve a Shadow and Bone sorozat volt. Mind a kettőnek a könyv alapját is idén olvastam, talán a Vezércsá jobban tetszett. Mármint most a sorozatról beszélek. A Vezércsának jó volt szerintem az adaptációja, a sorozatban nagyon jól megcsinálták. A Shadow and Bone is nagyon jó volt, főleg amit a Malina Shippel csináltak a sorozatban, mert ugye az a könyv borzadály volt, azt így muszáj megemlíteni, de azért úgy egészében a Vezércsá jobb volt. 13. Kedvenc videó, amit idén csináltál, per kedvenc kritika, amit idén írtál.
ugye mindig szoktam Moira is véleményt írni, és ami szerintem tök jó lett, például az egyik a Camphor Core-nak az értékelése, amit írtam, a másik, ja, azt eltettem innen, a másik, az ott pont látszódik, na. Szóval itt van a nagy folyók haragja, ahhoz is szerintem tök jó véleményt írtam, azokat szeretem, de videóban most, amit ide kiemelnék, idén nagyon nem tetszettek a videóim, de amit tök jónak tartok olyan szempontból, hogy a témája miatt, az a BookTube Book Tag, ami nem is olyan régen ment ki az én csatornámon, de ugye az egy olyan tag, amit Edmond és Hills az ötletgazdája, és akkor közösen összetettük, hogy melyik booktuberhez milyen pont tartozhat, akik így részt akartak benne venni. És ugye ez egy olyan tag, amiben a magyar booktuberekhez kell könyveket párosítani. És nagyon élvezte mindenki megcsinálni ezt a taget szerintem. Úgyhogy azt fogom ide mondani, mint eddigi idei kedvenc videóm. 14. legszebb könyv, amit idén vásároltál. Őszintén muszáj megint idehoznom a Wings of Fire-öket, mert a második adag is, de ez is annyira szépek, most akkor így mutatom, mert szűkös a doboza és nem tud kijönni. Nagyon-nagyon tetszenek a borítóik az összes résznek. Ugye gyűjtöm ezeket a Penguin Classic Children's, tehát ez a klasszikus gyerekkönyveket a Penguin kiadásában, Puffin kiadásban. Ebből pedig a Titkos kertet vettem idén, és ez is nagyon-nagyon szép. Ebből mindegyik kötetem nagyon szép. Úgyhogy igen, ezek a kedvenceim. És a 15. utolsó kérdés, melyik könyveket szeretnéd elolvasni még az év végéig? Na most nyilván az egyik a maradék Wings of Fire rész, nekem megvan még a következő sorozat, vagy hát ugye ez egy sorozat, de a következő felvonásnak az 5 kötete is megvan, azt is megvettem boxsetben, úgyhogy azt mindenképp. Aztán most olvastam a Indrek Harglától a Melchior sorozatot, és abból még van 2 részem. Ezeket is szeretném még idén elolvasni, mindenképp. Illetve emlegettem itt a Cindert, névnapi ajándékomat kéne olvasni. Ezt azért tolom még egy kicsit, hogy hát ha megjelenik hamaros a folytatás. Mármint az utolsó része, a Winter, annak az angol címe, azt tudom. És akkor egybe tudnám olvasni az egészet, és akkor nincs az, hogy elolvasom a harmadik végéig, kijön a negyedik, és mire oda jutok, hogy elolvassam, nem emlékszek semmire. Igen, ezen kívül most elkezdtem a BookTube könyvklub miatt újraolvasni a Percy Jacksonokat, úgyhogy én azt terveztem is, ilyen maratoni egész Rick Riordan kollekciós újraolvasás, majd meglátjuk, mi lesz belőle, de azt is szeretném. Illetve nyilván a barangolás Európában-os könyveim, meg a barangolásos könyveim, azok mindig prioritást élveznek, tehát úgy azokat is szeretném szaporítani. Ez volt a fél évzárási pánik tegem. Hihetetlen, hogy már eltelt 2021 első fele. Nagyon durva. Annak viszont örülök, hogy idén nagyon sok könyvet olvastam már. Tehát idén kevesebb, mint fél év alatt olvastam annyi könyvet, mint tavaly egész évben, úgyhogy durván talom, igaz, sok rövid könyvet, de nem baj. Most azért örülök annak a mennyiségnek, amit most olvasok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!